Mennyivel lett zöldebb idén Biatorbágy? Ez az év zöldítés szempontjából biztos, hogy mínuszos, mert itt több helyen volt nagyobb mennyiségű fakivágás Biatorbágyon. Ilyen a régi vasúti nyomvonal kerékpárút építése miatt jelentős mennyiségű fát vágtak ki. A másik ilyen helyszín az Biatorbágy és egyek között szintén a kerékpárútnak a nyomvonal miatt kivágott fáknak a helyzete. Bízom benne, hogy a parkerdő segítségével ezek pótlásra kerülnek, de mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy ezek a fák ott helyben hiányozni fognak, és ha máshol messze pótolják őket, az a közelbe lakók számára nem lesz annyira boldogító. Kiöregedtek fák a Füvespatak parkján is, ezek helyére ültettünk a 14 ezer fa Biatorbágy csoportjával idén ősszel néhány fát. Milyen fafajtákat ültettetek, és hány darabot? 10 féle fát ültettünk, összesen 58 darabot. Kocsányos tölgy, plakát, májusfát, pannonkőrist, fehérfüzet, szomorúfüzet, törökmogyorót, mandulát, fekete diót és enyveséget. Az idén nagyobb hangsúlyt próbáltunk fektetni a fűzfák ültetésével, végre a Füzespatak partjára több fűz és nyárfa, ami itt helyben honos és a pataknak a nevéhez is kötődik, azoknak a pótlására is kellett gondolnunk. Ezen kívül ültettünk még a színpad hátterét biztosító vörös magyaróbokrókból 30 darabot, hogy azért is egy kicsikét díszítsük azt a környéket, és a kitelepítési emlékünk közelében is egy szabad helyre ültettünk még fehéren virágzó cserjéket. Kerültek-e új csemeték a családfasorba is? Igen, tavasszal ültettünk pótlásként az Egyek és Biatorbágy közötti családfasorba, a Biatorbágyi részre platánokat, és tervezzük, hogy folytatjuk továbbra is a fokiak pótlását. Ez a Budapest-Balaton kerékpárút építési munkájáratai miatt most ősszel elmaradt, de beszereztük az ehhez szükséges fákat, és tavasszal fogjuk ezeket a hiányokat majd pótolni. Remélem, hogy fogunk ehhez kapni segítséget, ugyanúgy, ahogy eddig is kaptunk a lakosságtól. Kitől, mitől számítotok még segítségre? Az egyesületünk évek óta rendszeresen pályázik a családfasor fenntartásához szükséges költségekre Biatorbágy városánál. Ezt az összeget, amit így megkapunk, ezt 1%-os támogatásokkal szoktuk még kiegészíteni. Persze ez nem lenne elég a szükséges feladatokra, még mindenféleképpen egyesületünk tagjai és más támogatók által végzett önkéntes munkára is szükség van. Mennyire lelkesek az önkéntesek? Nagyon lelkesek. Családfasornál is rendszeresen kapunk támogatást, de a Füzespatak partján végzett ültetéseknél nagyon-nagyon kiemelkedő mennyiségű támogatást kaptunk pénzben is, a várostól is, és magánszemélyektől is, változásoktól is. Munkájukkal is sokan segítették az ültetést. A Biatorbágyi 14 ezer fa őszi ültetését támogatók közül ki kell emelnem Szabadics Anita fáépítészmérnököt, Marosi Gergőt, aki a földmunkákat végezte, és a Biatorbágyi önkéntes tűzoltókat is, akik ebben az évben többször is segítették a fák megmaradását. Milyen terveitek vannak jövőre? Egyesületünk az továbbra is szeretné a családfasor gondozását végezni, mint az utóbbi 15 évben mindig. Munkacsoportunk a 14 ezer fa Biatorbágy tervei még nem teljesen pontosak a jövő évre, de már régóta tervezzük, hogy a Matuska féle merénylet áldozatai emlékére szeretnénk egy-egy fát ültetni valahol a viadukt közelében. Erről egyeztetéseket folytatunk, és remélem, hogy minél hamarabb előre tudunk lépni ezzel a témában. Most nem az ültetések idejét érjük, viszont eljött a fenyők nagy ideje. Milyen fenyőfa lesz nálatok? Nálunk egy vágott fenyő lesz. Tanácsolod-e, hogy gyökeres fenyőt vegyünk inkább? Hát akinek van helye hozzá, hova majd el tudja ültetni konténeres vagy földlabdás fenyőfáját, amit előtte óvatosan, fokozatosan bevitt a lakásba,
annak tudom tanácsolni. Mindenféleképpen csak a rövid ideig tartsuk bent a lakásba a konténeres vagy földlabdás fenyőfákat, mert különben nagyon megsínlik a karácsonyi szolgálatukat. Ha már kivittük őket újra a hidegbe, azt is fokozatosan érdemes megtenni, és az elültetésig gyökereit védeni kellene a fajtól. Közeledik a karácsony. Kínáltok-e valamilyen természetközeli programot az adventi időszakban? Igen. Az adventi hétvégig Biatorbágyon teljesíthető kiránduló programokat, feladványokat biztosítunk. Péntek délutánonként jelentetjük meg a kihívásokat az egyesületünk honlapján és a Facebookon. Egyszerű kis feladatokat kell teljesíteni, és nyerteseket fogunk sorsolni a beküldött fényképek alapján. Remélem, hogy a járvány helyzet lehetővé teszi, hogy szokásos évzáró kirándulásokat megtartjuk. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok a Biatorbágyi Tájvédők és a 14 000 fa Biatorbágy csoport nevében.